Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Barta Ferenc, ESF Rebrandt novellái. A halál angyala Hányszon utálta ilyenkor a munkáját. Különben nem szokta bánni, hogy rendőrnek ment, még kevésbé, hogy a gyilkossági csoporthoz került, de voltak olyan helyszínek, amik még az ő edzett gyomrát is megfeküdték. A bűncselekményt este 11 és éjjel egy között követhették el, az orvos szerint. Pontosabbat majd a boncolás után, mondta, de Timeson tudta, hogy pontosabb információra úgy sem számíthatnak. A doki mindig optimista volt és mindig reménykedett, hogy olyan információhoz jut, amivel az átlagosnál jobb közelítéssel határozhatja meg a gyilkosság, gyilkosságok időpontját, de sosem jött be neki. Valószínűleg sohasem fogja megírni azt a cikket valamelyik orvosi szaklapba, amelyik híressé teszi, nem csak a rendőrségi berkeken belül, hanem a tudományban is. Hiába kísérletezett, mint újabb s újabb módszerekkel, mégsem jutott közelebb céljához, a halál beáltának percre pontos meghatározásához. Oké, okay, intett Heinzson a távozó után, aztán a helyszínen ők vezetőjéhez fordult. Az őrmester meglehetősen zöld képpel támasztotta a falat. Találtatok valamit? Kérdezte tőle. Hat halottat, vonta meg a vállát az őrmester miközben nagyon igyekezett, hogy kemény fickónak látszódjon. Mint ahogy minden új ember ebben a szakmában, még ő sem tudta. Vagy csak nem hitte el, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megszokni? Hat halottat, mondta még egyszer. Négy gyerek és a két szülő. A legkisebb gyerek hét éves, a legidősebb tizenöt. Csak legyek ott, amikor elkapjuk ezt az állatot, tört ki belőle a düh. Szétrúgom a fejét? Nem, rázta a fejét Heinzson. Megérdemelné, de nem? Láttad őket, nem? Mindegyik valósággal szétszabdalta. Mint egy mocskos mészáros. Csak tudnám a kicsi, hogy úszta meg, intett fejével a tornác felé, ahol egy rendőrnő felügyelete mellett öt évesnek látszó, szürke kékszemű, angyalarcú kisfiú üldögélt csendesen. Szegény semmit, sem ért az egészből. És addig jó neki, amíg semmit sem ért. Szerencséje volt, mondta Heimson. A gyilkos feltehetően nem tudta, hogy öt gyerekük van. Volt. Mert akkor öt sem hagyta volna ki. Csak tudnám, a gyerek hogy úszta meg. A többieket mind elkábította. A kisrácot miért nem? Talán nem kapott vacsorát büntetésből, vagy egyszerűen csak nem volt a fogára való a menü, mondta az őrmester. Ha ugyanaz ételben adta be nekik. Miben másban? A fiatal férfi válasz helyett levette a sapkáját és zsebkendőjével a homlokát törölgette. Arra gondoltam, mondta, nem kéne kikérdezni a kisfiút. Hát ha látott, vagy hallott valamit. Egy öt éves gyerek, mint tanú, húzta el a száját Timeson, a személyleírás alapján kereshetjük majd a hétfejű sárkányt, meg a vasorú bábát. De azért visszaballagott a kertkapából a veranda felé. A rendőrnő szemrányúan nézett rá, mikor megszólította a gyereket. Hogy hívnak? A kisrác felnézett rá, ártatlan, kerek, kék szemeivel. Tommy, mondta komolyan. Timesonnak maga sem tudta, miért, végigfutott a hátán a hideg. A gyerek úgy mondta a nevet, mintha az nem az övé lenne, hanem a kérdezőé, amit épp most olvasott ki annak gondolatiból. Engem is Tominak hívnak, mosolygott rá a kisfiúra. Jó név, mondta az. Én szeretem. Kérdezni szeretnék tőled pár dolgot. Akkor te is rendőr vagy. Nem kérdezte, leszögezte a dolgot. Timeson meglepődött. Miből gondolod? Apu azt mondta, hogy a rendőrök mindig kérdezősködnek te is rendőr vagy, még ha nincs is ilyen ruhád, mint neki, intett az egyenruhás rendőrnő felé. Okos vagy, hogy kitaláltad, dicsérte meg Timeson. Anya is mindig azt mondta, hogy okos vagyok. Hogy túl okos vagyok a koromhoz képest, mosolygott fel a gyerek a férfira. Tényleg nem úgy beszél, ahogy a kiskökök szoktak, állapította meg magában Timeson. Persze a fene tudja, hogy szoktak azok beszélni. Nem volt családja, gyereke? Tapasztalata sem, hogyan kellene kihallgatnia egy ekkora gyereket. Segítségkérő nézett a rendőrnőre. Az tüntetőleg elfordította a fejét. Láthatóan nem tetszett neki a dolog. Mit szólnál hozzá, ha máshol beszélgetnénk? A nénit biztosan zavarjuk a pihenésben, Timeson nem tudta megállni, hogy ne szúrjon egyet oda, a harminc körüli, kövérkés, ellenszembes arcú nőnek. Azt lehet. Úgy is el akartam már menni a bunkeromba, de nem engedett, mondta a gyerek a nőt nézve. Tudod mit? Menjünk el együtt oda. Legalább nekem is megmutatod, próbált a gyerekre hangolódni a férfi. Amennyire emlékezett, kölyök korában neki is volt titkos búvóhelye. Amit persze megosztott a haverjaival. De ez a kis krampusz még túl kicsi ahhoz, hogy haverjai legyenek. Jó. Gyere, nyújt fel a gyerek, és mintha a világ legtermészetesebb dolga volna, kezét Timeson kezébe öltötte. Mutatom az utat. A ház mögé, a pincelejáróhoz vezette a férfit. Erre kell menni, mutatott az ajtóra. Ki tudod nyitni? Kérdezte a férfi. Persze, nyomta le a gyerek a kilincset, sosincs zárva. Tessék, mutatta az utat az idősebbnek, udvariasan. Tányszon csodálkozott, hogy milyen jól nevelt kiskölyök és bár nem szokott hozzá, elsőnek lépett be a pinceajtón. Tett néhány lépést lefelé a lépcsőn, amit azonnal meg is bánt. A fél homályban nem láthatta, hogy a deszkából készült fokok közül csak az első négyet tartja a biztos vasbetongerenda, a többit nem. Zuhanása rövid volt és fájdalmas. A leérkezés különösen. A pince padozatába rögzített kihegyezett karok közül tán tíz is ádöfte a testét. Sikoltani szeretett volna a fájdalomtól, de nem tudott. A nyakába fúródott acélnyás elmetszette a gg a hangszálait. Érezte, amint a feltépet verőérből lüptetve fecsent ki a vére, az arcára, a betonpadlóra. És a beleit szaggató iszonyatos fájdalom. Puha huppanással érkezett mellé a kisfiú. Ő ugrott. Leugrott a legalább három méter magasan lévő küszöbről. Ezt szeretem nézni, mondta, szeretem nézni, mikor meghaltok. Hányszon arcára függesztette szemét. Tudod, mondta súgva, hazudtam neked, Tomi. Engem nem Tominak hívnak, hanem én Vége.